Ezek a füzetek, könyvek, írószerek, egyéb beiskolázáshoz szükséges felszerelések mind gazdáikat várják. Mivel hamarosan kezdődik az iskola és a hátrányos helyzetű családoknak sokba kerül gyerekeik beiskolázása, ezért 6. éve szervez tanszergyűjtést a Vöröskereszt Baranya megyei szervezete. Az elmúlt 6 évben folyamatosan tanszergyűjtő adományt hirdetünk a nagyáruházakba, az ottani vásárlók teszik a kosaraikba, aztán majd a mi kosarunkba azokat a füzeteket, tollakat, ceruzákat, tolltartókat, amiket a rászorulók részére szeretnének továbbítani. Mi ezeket ugye itt bent a Vöröskereszt központban összerendezzük, attól függ, hogy elsős, másodikos, harmadikos vagy hányadik osztályos a rászoruló család gyermeke. A Magyar Vöröskereszt Baranya megyei szervezete a Pécsi Területi Szociális Központtól kapja a rendszeresen gyermekvédelmi ellátásban részesülők névsorát. Ezt figyelembe véve több mint fél évtizede rendkívül adománygyűjtést szerveztek. Azonban most a gyűjtés eredménye másképpen alakult a korábbi évekhez képest. Az idejében ugye már érezzük azt, hogy sajnos nem olyan volt az adakozó kedv, kevesebb jött be, mint amennyi a tavaly évben, így mi is sajnos kevesebbet fogunk tudni adni, kevesebbnek fogunk tudni adni, úgyhogy az országos igazgatóság felé ezt jeleztük, úgyhogy őtőlük kaptunk egy 100 gyermek részére füzet nélküli egységes csomagot. Ezekben többek között körző, vonalzó, ceruza, vízfesték, zsírkréta, filctól található. A szociális irodák által küldött listák alapján pedig maguk is próbálnak még egységcsomagokat összeállítani. A jótékony gyűjtést önkéntesek és munkatársaik segítségével végezte a megyei Vöröskereszt. Az önkéntesek később a szortírozásban, csomagolásban is részt vettek. A csomagok kiosztása a héten történik. Reményeik szerint 80-100 család gyermekének tudnak majd ezzel segíteni az iskola kezdésben.